Itt Virányos határában ezen a 24 hektár nagyságú területen már elvetették a zöld borsót. A termés minőségét az is meghatározza majd, hogy hogyan sikerült alapműtrágyázni a földet, de befolyásolja majd a rendszeres vegyszerezés is. Pár kilométerrel messzebb 6 hektáros területről az őszi árpát takarítják majd be, de kiemelkedő mennyiségben körülbelül 25 ezer hektáron termelnek őszi kalászosokat is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a gazdák. Tavaly az átlagosnál jobb volt a búza termés mennyisége, ezen a 24 hektáron is hasonlóra számítanak majd. Ez egy nagyon jó minőségű terület, 30 aranykorona fölötti, és ez azt jelenti, hogy egy kiváló csernozom talaj. Hát itt megmondom őszintén, hogy 7 tonna fölötti termést szeretnénk elérni. A betáplálás, tehát a tápanyag utánpótlás is erre készítettük el. Hát én bízom benne. Nyilván, hogy nagyon sok napot kell még kint állni, hogy úgy mondjam, a növényeknek, de itt majd a június közepe fogja eldönteni, hogy ha nem szorulnak meg a vetemények, akkor abban az esetben elérhető ez az átlagtermés. A szokatlan januári hideg időjárás ellenére is jól telelt a búza. Az október elejé vetésben az előzetes szemle alapján nem okozott kárt a mínusz 20 fok. Probléma majd ott lehet, ahol október végén az átlagosnál csapadékosabb helyeken vetettek. Abban az időszakban ugyanis 200 mm eső esett, ez lényegesen több a megszokottnál. A következő hetek időjárása miatt már nem aggódnak a gazdák. Egy áprilisi kisebb talajmenti fagy nem árthat a búzának. Az időjárás kedvezett, mert február közepén meg tudtuk a fejtágyázást ejteni. Gyakorlatilag Péti Sóval dolgozunk, és az összes terület megkapta időben. Tehát én bízunk benne, hogy egy későbbi bokosodáskori nitrogén kijuttatással egy fokozatos tápanyagpótlást tudunk majd biztosítani a növények számára. A januári hideg a gazdák hasznára vált, a mínusz fokokban ugyanis kifagyott a kártevők egy része. Ez annak köszönhető, hogy az enyhe télhez szokva nem ágyazták be magukat, és a mínusz 20 fokot már nem bírták a talaj közelében. De az is hozzájárulhatott, hogy idén a megszokott 15-20 cm helyett körülbelül 90 cm mélyen fagyott át a talaj, erre pedig már 30 éve nem volt példa.